Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ebben a videóban most összefoglaljuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben mi is történt. Kezdjük is éppen a virex el hiszen nemrégiben a Virex lebonyolította a token kibocsátását, a VXT-t, amiről videó is készült és többen részt is vettetek benne. Ugye, aki már a kihirdetés előtt Virex felhasználó volt, az a Virexen részt vehetett az előadáson, tehát az early bird eladáson, ahol 10 centes áron megvásárolhatta a WXT-t. Aki viszont nem, az az OKX Tősde platformján meg tudta vásárolni az IEO lebonyolítása alatt 5 centes áron. Persze azt nem kell hangsúlyoznom, hogy az OKX-en pillanatok alatt elfogyott a VXT token. De menjünk is fel az OKX tőzsde platformnak a honlapjára, és a charts fül alatt írjuk be a keresőbe, hogy VXT, és láthatjuk is, hogy USDT-vel és USDK-val párba lehet kereskedni. Ami nekünk érdekes az, hogy USDT-vel párba már 0,023-22 között mozog az ára, tehát aki a Wirexen vásárolta, annak több mint kétszeres profitot hozhatott jelenleg, ha tudná realizálni a profitot aki az OKX tőzsde platformon vásárolta, annak pedig több mint négyszeres és bármikor átváltható USDT-re és kifizethető. Tehát összefoglalva ez a VXT kibocsátása, hogyan magyarosítva ejtjük, egy egész jó kezdeményezés volt, hiszen egészen jól áll a kibocsátott tokennek az értéke a tőzsdén. De ha már IJ-ról beszélünk, akkor a Bitpanda, ami egy osztrák de platform, most bonyolítja jelenleg a token kibocsátását ugyanúgy Initial Exchange Offering folyamatában. Mostantól első fázisban meg tudjátok vásárolni a Best Tokent a Bitpanda platformon, akár 0,09 euró áron, tehát 9 centes áron. Nincs más dolgotok, mint regisztrálni a Bitpandára és részt venni az IEO azaz az Initial Exchange Offering folyamatában. Legfeljebb 200 millió Bitpanda ökoszisztéma token, tehát bestet lehet megvásárolni, első körben 0,9 euró cent áron. De mi is az a best? A Bitpanda ökoszisztéme érme, Fontos szerepet fog játszani a cég növekedésében, és számos előnt és jutalmat kínál majd nekünk felhasználóknak. Például 25%-os kedvezményt kaphatunk a Beatpandba kereskedési díjaiból, és elsőséget élvezhetünk a közelgő Beatpanda launchpadban, ami ugye hamarosan elérhető lesz a platformon. De még fontos tudnod a Best IEO-ról, hogy 200 millió Best 0,09 euró áron értékesítenek az első héten, több mint 500 milliót az 1 milliárdból kerül eladásra az IEO alatt, 25%-os kereskedési díjt kapnak a best birtokló felhasználók, ez ugye a 2019. negyedik negyedévére vonatkozik, állandó token lesz az értékcsökkenés ellen, Elsőbségi hozzáférés a közelgő BeatPanda launchpadhoz, ugye, további jutalmak és előnyök széles választéka várható, még egyszerű befektetési folyamat minden támogatott digitális eszközzel a platformon a későbbiekben. A kereskedés viszont 2019. augusztus 7-én kezdődik a BeatPanda Global Exchange bevezetésének részeként. Tehát nincs is más dolgotok, mint regisztrálni a BeatPanda platformra, ami egy egyszerű ö, kezelhetőséggel rendelkező platform, videót már azt hiszem készítettem róla, beteszem a, ide a videó alá, vagy fölülre rákattintható lehetőségként, és regisztráció után egyszerűen tudtok vásárolni Best token Az első körnek a több mint 50%-a már eladásra került 9 centes áron, hogyha érdekel hát titeket, nézzétek meg mindenféleképpen talán még érdekes lehet az a várva vált bitcoin feleződés, amire egy előrejelzés alapján 2020. május 20-án fog sor kerülni. Érdekes téma ez a bitcoin feleződés a bányászok számára, és szerintem az ár érték növekedést vagy csökkenés generálása érdekében is. Nem tudom nektek erről mi a véleményetek, hogyha be fog következni a bitcoin feleződés, a bányászoknak a jutalmának a feleződéséről van szó, hogyan fogja ez befolyásolni az árat, szerintetek fölfele fog menni, vagy csökkenni fog az ára, szerintem fölfele, de hogyha van erről véleményetek, nyugodtan írjátok meg alul a komment szekcióban. Az elmúlt pár napból ezt a pár hírt találtam érdekesnek és hasznosnak, ami esetleg titeket is érdekelhet, és a Bitcoin ármozgásának az érdekes változása, ami érdekes lehet, ez a 11 ezer és 13 ezer közötti mozgás le föl. Hogy ebből mi lesz így nyár végére, azt nem tudom, remélem az ár fölfele fog menni hosszú távon. Ezzel kívánok nektek egy szép hetet. Sziasztok!